Jó reggelt! Szavaztok gyerekek, üdv a csatornára! Keeper jelentkezik a következő csodálatos show! Micsodával? Farming szimulátorral. Farming szimulátorral. Várj, micsoda? Hogy volt? Aktiváld a Windows-t. Go to settings. 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 Indítsd a kombájt. Go to settings. Indítsd a kombájt. Na jól van, bocsánatot kérek gyerekek, egy kicsit túl vagyok pörgedve. Örül a keeper, mint a farkának a majom. Mert mi lesz? Nem találtam erre egy rímet. A majomra. Majomra. Milyen majom? Ma jó lesz. Hát az nem volt az igazi gyerekek. Sorskártya nap van. Figyeljetek, egy kicsit még dolgozunk, azt utána majd fogunk mást is csinálni. Várjátok, meg kell nézni, hogy az állatoknál. Egyébként ez egyik izé, olba azért kevés, a cucc. Úgyhogy az egyik olba, hely megjelölése. Én akkor megjelöltettem azt a helyet? Hogy jelöltettem meg azt a helyet? Arra vagyok kíváncsi. Igen, az alsó olba, de jó, hogy meg lehet jelöltetni, így akkor tudod, hogy mi a stájsz. Az alsó olba elég kevés a mag. Úgyhogy az alsó olba kellene vinnünk. Jó gyerekek, ma is egy csomó mindent fogunk csinálni. Ha nagyon mázisták leszünk, akkor csinálni fogunk még egy csirke ólat, ami a negyedik lesz, és akkor már 2000 darab csirkével fogunk gazdálkodni. De van sorskártya nap lesz, és végre a sorskártya húzás pillanatától a keeper tudja használni a csodálatos... Tudjátok, hogy mit? Nem, lehet, hogy elég nekik az a... Vagy mennyiség, bár inkább legyen benne több, mint kevés. Legalább kipróbáljuk, hogy hogy tudjuk ellátni a feladatunkat azzal az eressel, mert én eresnek fogom hívni, akármi is történik, gyerekek. Jaj, most nagyon annyira, most megint ilyen hullámvölgyek vannak bennem ezzel a játékkal kapcsolatban. Ezelőtt például ugye azt volt, hogy kicsit így le voltam lombozódva, hogy jaj, mi történik. Nagyon nehezen haladtunk. Szinte kezdett monotonná válni, de most megint érzem azt, hogy itt azért van mit keresnünk, van itt még mit keresnünk. Figyeld, beöntöm a silóba, mert miért nem ottan kiveszek belőle 3000 litert, beöntöm a tyúkoknak. Az a jó, nem kell már ugye hordanunk, nem kell oda mennünk, egyszer sem. Az ott egy külön álló csodálatos gazdaság, ott figyelj, itt elkezded önteni, ott meg már... Ezt figyeld, a tesó. Azért itt ez a nem mindegy. És ott van még a izénk. És akkor ott itt szépen elballagsz itt a siló. Ugye pont középen az összes ornak a közepébe szinte. Figyelj, az. Engedsz egy kicsit, beöntöd nekik, aztán már mindjárt jó nyugalomnak. Csak nem ide kell volna állni, annyi eszed lett volna keeper. Ez egyébként ez a gép, ez jó ez a gép, csak az volt a baj, hogy ez nem egy... Ne, mire való, érted? Jó, ez csak nem arra való, amire én úgy gondoltam. Ki el a silóüres? Hülye vagy? Na, azt nem mondta, hogy nem kerül át. Baza, én egész végig abban gondolkodtam, hogy ez át fog kerülni. Ez, ja, hogy? Akkor ilyen hülye voltam. És ez komolyan? Ilyen hülye vagyok? Én egész végig azt hittem, hogy az át fog kerülni. Itt ugye igazából nem írja, hogy melyik síló, meg hogy érted. 6000 liter van benne, ugye? Kész. De az, ő tudja, hogy melyik silóba? Nem vagyok boldog, várjál. Visszamegyek hát, ha már változott, de most érzem, hogy itt baj lesz. Hát komolyan mondom, én azt hittem, hogy ez úgy működik. Miért hittem én ezt? Ez valamelyik játékban volt így? Akkor ide kell hoznom mindenképp. Ó, hogy rohadj meg. Jó, mindegy, nagyobb mennyiséget idehozol igazából. Várjál, járjunk ki innen. Próbáljuk meg még egyszer. Hát ez nagyon elcsúszta a keeper, ez nagyon elgondolta. Hallod? Gyakorlatilag ebben nem kerül bele. Bazze. Hát nem baj igazából, annyi, hogy át kell idehoznom. Ugyan. Ja, be kell öntenem, azt jó, ez el fogja látni a feladatát, nincs semmi gond, annyi történt, hogy kell ide hoznunk, ugye.
Ez nem volt az a nagy, na jó. Nem volt akkora ötlet, mint a Keeper gondolta, mert be kell termelnünk oda búzát, viszont nem kell ott izélni, nem kell ott teket csőri, hanem utána tudjuk akkor szétteríteni, érted? 30 ezer litert oda behordok, és akkor utána azt csinál vele, amit akar a dolgozó, nem? Hát, a gyerekek, bombaj! Nem jut össze, mutad vagy. De várjál, 3000 litert öntöttük, vagy 6000 litert öntöttük már még csak be oda. Ez egy hülyeség. De valami nem stimmel ezekkel a kis hidókkal. 6000 liter. 6000 litert öntöttem be az ifával. Ez több mint másfélszer üdítettem, nem? Ugorj már, bazeg. 6000 liter volt. Pont 6000 liter. Ez rohadtul gyanús. Pontosan 6000 liter. Ja, pontosan 6000 liter volt. Igen, mert az előbbit elvittem már. Ja, jó van, oké, semmi gond. Mert ugye egyet már vittünk oda, csak azt beöntöttem állatoknak instant. Ja, 6000 liter volt ugye egy egész... Oké, meg vagyok nyugodva. Csak azt már beöntött, egyet már beöntöttem az állatoknak. Oké, no probléma, érti, a keeper mindent vágt. Jó, sajnálom, egy kicsit belekeveredett a keeper. Hát azért vannak itt azért dolgok, amiket még át kell lenni. Mindig tanul valamit az ember, ugye? Én tényleg tökéletesen azt hittem, hogy összeköttetésben vannak a sírok egymással. Tudom, hogy fizikai képtelenség így a valóságban, de valahogy mégis én így... Valahogy ez volt bennem. De miért? Ez lehet, hogy valami mod volt, hogy a sílók azok összeköttetésben vannak, tehát beöntöm ide, akkor ott megjelenik. Valami nekem így rémlik, vagy régebbi farming szimulátorban, vagy soha nem volt így, vagy megálmodta. Tök nem tudom. De muszáj dolgozni. Gyerekek, mennyi van? Nagyon jó, húzdám a sorskártyát, mert lehet, hogy a saját magamnak a vesztébe rohanok. A sorskártyával, de viszont akkor legalább tudnék géppel dolgoztatni, azt kicsit komolyabban menne a munka, akármit is húzok, ennél minden jobb, hallod? Mert az a baj, hogy retten... Figyérek a sor végére, és akkor húzok egy sorskártyát, gyerekek, azt akkor tudom. Kihozom a kombájnokat, azt adjál neki Sanyi végre, ugye? Meg akkor hordjuk a szalmát, figyeljetek, 65 ezeret, nem tudom, össze fogok tudni kapni ma. Annyiba kerül ugye végig egy aul, de hát az mindenképpen jó lenne. Igen, meg jó lenne ugye elvetni, meg kultiválni, meg minden, hát jó, sok minden jó lenne. És a pénz lenne jó igazából, hogyha megindulna tényleg egy olyan mértékű pénztermelés, ami jó lenne. Ugye, az jó lenne. Na, oké, gyerekek, fordulok egy csodálatosat. Egy. Ez miért 70%-ot telt már most? Nem komolyan mondom. Ja, mert nem annyit húztam le, amennyit húztam le. Oké, minden rendben, vagy csak kicsit be van keveredve a keeper itt. Meg úgy kéne megindítani, hogy inkább egy rálapolással, mert az a baj, hogy van benne egy kunkor. Jó, oké, gyerekek, sorskártyát húzunk, azt hiszem, hogy sincs időtve a program, mert annyira nem voltam felkészülve. Ugye elindítom, csak tudnám, hol van az egerem. Yeah, meg vagyunk. Itt a spin. Itt van a pörgetés, maja! Nem aktiváljuk, látjátok, hogy itt nincsen semmi. Cicao, egyébként meg szó lehet nézni a régebbi sorskártyákat. Falunapban, ünnepnapban nincs semmi. Nincsen itt semmi. Cicao, amit húzunk, az van. Na, a pörgetés. Check! No! Nem mondod! Hát ilyen nem lehet! Hallod? Bazzá, ezt várom már mióta. Na jó van. Jó, hogy nem hoztam elő másik kombány. Komolyan mondom, azon gondolkoztam kipok. Hát ennek mekkora esélye volt, gyerekek? Ennek mekkora esélye volt, kétszer kihúzod ugyanazt a kártyát? Nem hiszed el, mert ne. Hallod, nagyon rögtök, tudom, hogy nagyon rögtök, hogy ez... Hallod, ezt mióta vártam, hogy végre legyen? Hát már nem hiszed el.
Ne, mondom végre. Ne. Ez nem lehet. Ez nincsen. És mi van, hogyha itt ezt... Nem, hát háromszor nem húzhatod ki, bazza. Hát egy tudod mekkora esély, hogy kétszer kihúzod? Nem is tudom, hány sorskártya van benne, 30. Ugye, hogy kétszer kihúzd ugyanazt a számot, annak nem egy a 30-hoz az esélye, meg nem az, hogy kétszer egy a 30-hoz, hanem akkor ugye valószínűség számítás, hogy 30-szor 30 az esélye, ugye ilyenkor négyzetre emelkedik. Hát az, ja. Mert ugye például a, most lottózol, egy, nem egy a 90-hez az esélye, meg egy a 90-hez az esélye, meg egy a 90-hez az esélye, meg egy a 90-hez. Nem 5-ször egy a 90-hez az esélye, de hát nem egy a mondjuk 90-szer 5 az mennyi? Az 450. Nem egy a 450 az esélye, hanem ott ugye hatványozódik. Érted? Tehát ez 30-szor 30 volt az esélye a gyerekek, hogy ezt kihúzom. Ez érdekes. Ez nagyon durva. Ez nagyon-nagyon durva. Úristen, ne! Aj, ne! Nem hiszem el. Értem én, hogy sorskártyás újja van, de azért most komolyan mondom, most azért szívesen újra kezdeném azt a részt, de jó, nem kezdjük újra. Természetesen így nem kell aggódni. Mindent úgy sem, ahogy kell, ahogy a sorskártya, ahogy a az isteni megnyilvánulás csoda előhozta nekünk. Azért van komolyan, egyébként elmondom nektek, figyeljétek! Nincsenek véletlenek. Kettő, amielőtt kiúztam ezt a sorskártyát, először ugye, az utolsó sorskártya húzáson, azelőtt körülbelül két-három részen keresztül azt taglaltam, hogy gépi munkás mennyire jó, és mennyire hasznos, és hogy én nem, én gépi munkást akarok használni. Mondjuk, hogy nem egy gyerek, egy sráccal, ugye? Nem össze, ugye, őneki a kommentjére reagáltam, így gyakorlatilag egy ilyen virtuálisan vitatkoztam vele erről. Erre bazen. Csávó megátkozott, tuti hallod, azóta csak külön, nem, azóta nem használhatok gépi munkást. És nem azért, de ez számomra most már kezd, ne arra ugyatok, ez hihetetlen. De tényleg az a durva, hogy ez ilyen karma. Az a durva, hogy pont arról volt szó, tényleg két részen keresztül azt hangoztattam, hogy a gépi munkás mennyire jó. És azóta nem használhatom a gépi munkást. Ez nagyon-nagyon epik. Ezt én nem is értem. Hát ilyen nem lehet. Hát ez hihetetlen. És komolyan mondom, ez hihetetlen. Ez, ennek olyan pici esélye volt, hogy kétszer. Hiába zsörtölődök, akkor is ez van. Na. Menjünk, menjünk, menjünk be, akár. Mondom, itt most halálra keresem magam ebbe a részbe. Hát halálra kereshetem. Ugye azért csak szállítanom kellene volna, mint az őrült. Á, gyerekek, mi a szar csináljam? És már mindjárt éljem magam. Azért is mentem körbe földön, úgyis majd elindítom, hallod, és akkor megvan. Hát hallod. Tényleg mondom, azért vágom szektem körbe a földet, már rá voltam készülve. Meg tényleg azon gondolkoztam, hogy nem azt kéne csinálnom, hogy... Hát ennek nem volt semmi esélye. Azon gondolkoztam, nem maradok, hát amíg sorskártya húzásig, addig csinálom azt. Gyerekek, jövő, következő részben se húzhatok sorskártyát, vagy használhatok munkást. Négy részen keresztül. Emiatt a két szaros sorskártya miatt. Csak kihúzom még egyszer, megvadulunk, gyerekek. Halljátok, pont most lett volna az, pont erre egész végig arra beszéltem, hogy megindulnak a dolgok. Hát itt nagyon nem indulnak meg a dolgok. Pont azon, pont megindulnának, ugye, hogyha gyorsan le tudnám ezt szaradni, el tudnám adni, még egy lyukat venni utána. Ja, vízé, még egy, akkor megvennénk a szomszédföldet, frankó menne, érted? Erre meg itt ülhetek a kombányba, szaradhatok. Egyébként ez tökéletesen reprezentálja, hogy az én szerencsém az milyen. Komolyan, ennél jobban nem tudja semmi megmutatni. Ez ilyen nincsen alatt. Ha ezt még egyszer kihúzom, komolyan mondom, ezt felterjesztem valami Guinness rekordok, vagy nem tudom, hát belegondolsz, bazeg. Akkor már 30-szor 30-szor 30 az egyhez lenne az esélye. Hogy háromszor ugyanazt kihúzod, érted? Ez nagyon durva. El vagyok egy kicsit anyátlanodva.
Lehet, hogy ezt hallani is, meg nem is tudom. Egyébként hiába zsörtölődök, akkor is ez így történt. És azon gondolkozom, hogy mit tudnék csinálni. Olyat, amit... De ilyen két részen keresztül hiába csinálok, akármit a far vágjak. Lehet, hogy megcsinálom itt a föld végét még ebben a részben, de... Ez a baj, aratni meg kellene. És azon agyalok egyébként, hogy... Igaz, hogy nem tudom, mennyire lenne érdemes egyébként ezen vágóasztal cserélni. Valami széles vágóasztal, tudom, hogy nem illene rá, érted? De valami nagyobb vágóasztal. Eddig nem zavart, mi, amíg gépi munkásra dolgoztottam. És meg itt szem... Jaj, te fiú! Na most tapasztalod meg, öcsém, mekkora ez a föld. Jaj, hallod, én nem tudom, mert nem akarok ebbe belegondolni, hogy én ezt learatom egyedül, hallod? Ezt esküszöm, komolyan, én mindjárt izé... Gyered vágok itt, gyerekek. Szedjük össze a szalmát, vigyük eladni azt, hát nem lesz meg ebből nem lesz izé. Nem lesz még egy tyúkol érzebb. Lehet, hogy hozzá fogok nyúlni a tojásokhoz. Mi? Pörgettünk mi időt? Nem. Nem is pörgettünk időt, akkor miből lenne a tojásom? Ó, de pörgettünk időt, mert az éjszakát átpörgettük. Hát egy éjszak alatt nem sok tojás jött össze, biztos. Milyen van, gyerekek? Ó, gyerekek, mennyi idő van? Komolyan? Nem mondod, hogy még csak 20 percet... Telte körülbelül a részből. Hogy örültek ki, hogy gyorsan még itt dörzsöltem a tenyerem? Jó, gyorsan megcsináljuk a sorskártyát, most nem feledkezünk erről a gyaj, de gyorsan megoldódik. Erre, pám, kiúzza ugyanazt. Hát a frances ember. Jó, Sapa, mit csinálsz? Nagyon lesel. Mit látsz ott? Sanyi, mit nézel ott, bazzel? Komolyan mondom, hogy néha ilyen megrévisz, hallod, hogy néz egy pontot ugye a szobában. Voltatok már, úgyhogy a kutya így les egy pontot a szobában, most na, ezt be vagyok szarva. Komolyan mondom. Sanyi, ne nézzél egy pontot a szobában, megőrülök, mert múltkor meg ugye tükörben nézett fölfele, most tényleg parázok okon. Nézek magam mögé folyamatosan, így Jézus Isten. Sanyika, ne szivasd itt az... Elég bajom van, amúgy is taradhatok ebbe a kombájnba. Ah, te fiú, hát megőrül a kipől. A szeme kiesik. A kombányba. Hát, öcsém, ennek a Norbi gyereknek ennek van valami tudása, úgy látom. Na, B1, ideje, jó. Ezt meg figyelj, adjunk-e valamit, mert ma legyen valami pénzünk. Nem tudom, mennyibe megy egyébként a búza. Nem tudom, mennyibe. Őrd fel, ez 12.000 literes. Egyébként tök jó, mert pont két kombány belefér. Frankon. Hallod, ezt mindig ilyen távol állok? Egyébként mindig azt hiszem, hogy olyan hosszú csöve van, öcsém, aztán egy ilyen piszkóval sérte, de... Kicsi minden állok. Ha, menjél már oda meg. Jó, mennyibe megy a izé, mennyibe megy a... 1100, annyira nem adjuk el, 1200-ért adjuk el. Csak... Most... 1200-ért adjuk, jó? Mennyibe, eladja mennyibe? Az a baj, most meg attól félek állandóan, azt hiszitek, azért pörgetem, de hát most én ne adjam el annyiba. Figyelj, pörgetek, leszarom, megnézzük mennyi állatoknak mennyi kajájuk van, 3000 liter, 6000 liter, 6000 liter, jó, azt szerintem bőven elég lesz. Amikor fölfele megy és megáll az ár, addig fogok pörgetni, nem érdekel, ennyire nem adom el. Jó, nézzük ezeket, és akkor pergetjük az időt, pergessük. Úgy, lefele megy, remélem a kettő megindul fölfele, azt akkor jó lesz nekünk. Egyébként lehet, hogy árpába is kéne gondolkodnom, mert az árpa szerintem magasabb. Egy nagyon minimálisan magasabbra kúszik. Na, megindult fölfele. Ne aggódjatok, meg lesz az. Remélem, hogy reggel megy. Ó, oda nézzé! Oda nézzé, na! Érdemes volt várni, vagy érdemes volt várni, ugye? Oda nézzé! Hoppá, meg is állt, várja. Jó, gyorsan! Le! Hajnali kettő van, várjál. Mert az viszont megindult fölfele. Gyorsan, gyerekek. És kérlek, ilyenkor nagyon figyeljé. Jó, nem megy följebb, nem fog az följebb menni. Az alsót nem várjuk meg. Központi gabona elevátorba ennyire adjuk. Az meg, hol vagyunk? A központi az hol a szarban van? Nem látom. Nem jelöltöttem meg, de megjelöltöttem. Ugye vagy?
Csak olyan, miért nem látom? Van a központi, keleti, központi. Miért nem láttam? Mert ott süt a nap, látod? Mert néztem arra, de... Miért nem láttam rendesen a kívül? Jó, elviszem, elviszem. Elviszem eladni. 12.000 liter. Az azt mondja, hogy 1200 ával az olyan 15.000 per fáj, az tök jó lesz nekünk. Akkor az a fölmegyünk 35.000 literre, még aratunk mindenképpen. Le kéne aratni, mert nagyon jó árba vagy, és időt már nem pörgetek semmilyen körülmények között. Hú, le kéne aratnunk, hülye vagy? Kézzel? És belegondoltam, hogy ez mit jelent nekem. Ülöcsém! Ez azért oda, ezt meg kell nézni oldalról, visszafele jövünk, megnézzük. Sőt, itt mindjárt lesz még egy ugrató. Egyébként most elmondom nektek, így hátradőltem, hogy belecsúsztam a fotelba teljesen. Mert kicsit így tényleg egy ilyen elszomorító dolg ez. Na várjál, figyelj, ezt nézd. Azt a durva! De egész jó a fizika. Ugye? Ne, jó ez az ifa, nem tudom ti milyen, miért használta. Mert valaki írta, hogy mit tudom, nem jó az ifa, csúsznak. De ezek egyáltalán nem csúsznak, tök jól működnek. Rahat jól működnek. Itt is fog ugratni, nem olyan nagyot. 15.000 liter, figyelj, hát azért még arassunk egy kicsit, meg legyen. Mindenki, most mit csinálják mást, érted, nem? Hello, megjött a keeper. Ojoj, 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 vissza. Stoj. Mi az? Nem jó fel a billentő, meg mi van? Mi a szar van? Hogy itt billentesz, öcsém? Hogyan? Érdekes, hogy ott nem akart. Ez ugye kabin veszi alapul. Ma van orpadva ide az ajtó, lord. Nem is néztem eddig. 15-4000 liter, ja, kb-ra számítottunk, hát ez van, ebből ezt kell szeretni. Ha kap eszi, maki, ha kap eszik, ha nem kap, hat nap se eszik. Az ki emlékszik a ha kap eszi, makira? Szerintem senki. Ez olyan, mint a cica vízió. Mindenki így tudja, hogy volt, de szerintem nem emlékszik rá senki. Ez vágja, most régi jaj, most a tévézésre jut eszembe. Eszembe jutott a régi tévénk. Tudjátok milyen tévénk volt régen? Katócsugárcsöves, tudod az a nagy. Ráadásul vadoboza volt, ezt add össze. Régi motorosoknak mondom, hogy... Supercolor? Nem infrakolor, mert azt hiszem az infrakolor az távirányítós volt már. Hanem Supercolor. Videóton Supercolor, ha jól emlékszem. Ilyen tipikus... Azt a becsár, hallod, ez nagyon brutális, ez üresen még nagyobbat ugratott. Igen, fadobozos volt, és voltak ilyen becsavarható falábai, de nem azt használtok, hanem ide szép dohányzó asztalon volt a tévé. Hát a Zelek Szambajer móta izénk a tévészerelőnk, hát azt tudtuk, hogy mi hogy szereti a kávét, gyerekek, azt higgyétek-e. Mert izé, tényleg, annyit járt nálunk az öreg Szambajer, azt a betyár. Egyébként a fék az nem olyan jó az előzik fát. Az öreg Szambajer azt szeretett hozzá járni. Már megásni, az meg a izébe engedi, az játok mindjárt a fülkébe is engedjük a búzát. Annyiszor romlott el a tévé. Nem tudom, volt valakinek olyan tévé? De nálunk egyébként mindig az volt a probléma, de ez komoly. 10-ből 9-szer, igen, elment egy szín. És akkor amikor anyám még nem volt annyi pénz, vagy nem tudom miért nem, de lehet, hogy nem azért, mert pénzhiány volt, hanem csak egyszerűen már unták azt, hogy állandóan a Szambajer nálunk héderezik, azt megkávézik. Ura festőkről is tudnék mesélni, várjál, hadd meséljek akkor. Úgyis most ez egy ilyen rész, mert kell itt dolgozzunk sokat. Mesélek egy pár dolgot, jó? Na, amikor nem volt annyira... Nem, nem tudom, kedve nem volt anyáméknak, vagy pénze nem volt, de szerintem inkább kedve nem volt. Akkor úgy néztük a tévét így hetekig, hogy minden ilyen kék volt, vagy zöld volt éppen. Ugye az ilyen tévéknek és katócsugárcsöveseknél úgy van, hogy különböző színeket lő, három szint, ugye RGB színeket lő ki, egy katócsugárcső, vagyis azokat világítja meg, a
egy katódsugárcső a képernyőn RGB színeket, és ha valószínűleg nem jó valami, nem tudom, magyar katódsugárcső nem jó helyre fókuszál, céloz, akkor elmegy egy-egy szín. Nem tudom pontosan, gondolom tévészerelő lehet, hogy még van is itt köztük, az vágja. Az a lényeg, hogy vagy lila, vagy kék, vagy zöld, vagy nem tudom milyen színű volt akkor a kép, vagy piros. És akkor azt úgy kellett nézned, és akkor itt tök jó volt, hogy minden piros volt. Nem fekete-fehér volt, hanem minden piros volt. Vagy pedig, hogyha egy szín ment, akkor meg ilyen hiányoztak, így hiányzott bizonyos szín. Úgyhogy ez volt a problém, és ugye mindig járt hozzánk, mindig megcsinálta, mindig leszerelte, szétszette, akkor akkor összerakta a Franco, igen. De egyébként ugye a hat csatorna volt, természetesen távirányító nem volt, és az a hat csatornát azt hiszem, a hat volt? Meg kilenc? Hat volt azt hiszem. Az hat volt szerintem. És azokat, hogy be volt programozva, ilyen tekergetőve, és akkor az oda kellett menni, ezt át kellett kapcsolni. Úgyhogy nem az volt, hogy így végig kapcsolták 200 csatornát, meg egyébként volt vagy három csatorna. Nem három, hazudok, mert volt az MTV1, meg az MTV2. Emlékszek arra az időre, amikor az RTL Klub és a TV2 indult. Ezek körülbelül egy időben indultak, ha csak nem teljesen egyszerre. És az ilyen nagyon nagy szám volt. Ez nagyon-nagyon durva, tényleg az egy nagyon durva dolog volt, mert előtte MTV1 meg MTV2 volt, ott igazából nem volt lószar se. Ott főleg egy fiatalabbnak, az ott nem tudtál mit nézni. Ott ilyen nagyon-nagyon, mint ott most az M1-en, nem tudom mi van, de gondolom hasonló lehet, ilyen közszolgálati tévé, híradó volt rajt, meg itt olyan nagyon gagyi vetélkedők, de hát vagyunk gagyi vetélkedők, az jó, nem voltak rosszak, mit tudom én, van benne valami, meg ilyen barkóban, meg ilyenek. Szóval jött az RTL, akkor jött vele a szerencsekerék, meg ilyen komolyabb vetélkedők, legyen ön is milliómos, meg ilyenek. Az RTL meg a TV2, közszolgálati, és reklámok lettek. Régen nem voltak reklámok tévében, nagyon-nagyon kevés volt. És azt néztük a reklámokat, hogy úristen, mennyi reklám van, és az ilyen fura volt, hogy mennyi reklám van. De akkor még talán nem is volt a filmek közben reklám, de aztán lett. Amíg a filmek közben is. Meg jöttek olyan műsorok, amiket fur is el sem tudtad képzelni, hogy mit tudom, Walt Disney délután, az nem is tudom, melyikben volt az RTL klubban. És akkor abban Walt Disney délutánban, szombat esténként, vagy vasárnap, vagy nem, szombat délutánonként, vagy vasárnap délutánonként, olyan dolgokat láttál, amit nagyon még előtte nem láttál. Cartoon Network-ös, vagy ilyen Disney-s meséket. Ja, nem, hát ez Disney volt, ugye? Walt Disney délután, ja. Ilyen Disney-s cuccokat, hogy Dagobert bácsi, meg Balú kapitány, meg Ausztrál Express, az meg viszont egy ilyen sorozat volt. És akkor mi volt még ilyen? Fú, Gumimacik, öcsém, hát ezt úgy néztük, mint az állat. Meg akkor volt a Jesse az űrből, vagy mi a szar, ilyen sorozat. És az fú, és azok nagyon izgalmasak voltak. És az vártad egész héten, érted, hogy meg tud nézni a Van Disney délutánt. És hú, az egy hatalmas nagy korszak volt. És akkor még szerintem... Hát akkor nem, akkor volt. Emlékszem, hogy volt a tévénk, a videóton, az eszarta magát már teljesen. Már a szambajára az itt is éjszakázhatott volna, akkor se lett volna jobb. És akkor megkaptuk a tesóméknek a régi tévéjét, a tesómék elköltöztek elég korán, azok Egerszegre, és akkor vettek ők egy nagyobb tévét, és mi megkaptuk az őkét egy sanyó 37 centis tévét. És az igazából tök jó volt, és az már jó volt, az megbízható volt. Egyébként az a sanyó tévé, azok már nem romlottak, ezek a videótokok egyébként mindig elromlottak. A tévészerelők azok így megéltek. Egy kicsi faluban volt tévészerelőnek műhelye, és állandóan volt munkáért, abból élt. Na most már szerintem egy kis faluban tévészerelő, nem, meg hozzá, mit nyúlsz hozzá, érted? Már nem ilyen, nem úgy van, hogy ilyen nagy izék, csövek, meg ilyen mindenféle nagy ellenállások vannak, amit kiforraszt, meg beforraszt. Most már ilyen izék vannak, ilyen integrált áramkörök, meg minden. Szóval már nem úgy, nem valószínű, hogy megjelen. Na mindegy, az a lényeg, hogy utána lett a 37 centis sanyó, vagy szanyó, vagy nem tudom, hogy akarja ejti, vagy úgy ejtitek, ahogy szeretnétek. A Videomagnónk az sose volt. Videomagnót azt még én ilyen kölyök koromba, talán általános 8. 7. 8. koromban én szereztem. A hangfalaimért, a videótól hangfalaimra cseréltem, lett videómagnó,
Hát ez egy űrkorszak volt, ugye nagyon régi volt, meg szar volt, meg hát el tudod képzelni, milyen képe volt. De de annak már örültem, mert akkor tudtam filmet nézni. Ugye hát filmet, főleg az ilyen nyugati filmeket nagyon nem kellett nézned az ilyen csatornákon. Nem voltak ám ilyen Rambó, meg ilyen Terminátorok. A Terminátort azt tudom, azt a keresztanyáméknál néztem. Ő nekik volt videómagnójuk akkor, amikor már nekem, még nekem nem. DVD-t azt felejtsd, de videók adta. Érted? Mindjárt mondom tovább, csak egy kicsit itt várja. Nem vagyok keveredve, hogy hol van. Itt az ifa. A Terminátor 2-t, azt elmondom neked, szerintem mai napig tudnám kívülről. Mert azt szerintem így volt olyan, hogy naponta kétszer megnéztem, mert az a videókazetta volt. Volt a Terminátor 2, meg nem tudom mi volt. Igazából talán más nem is nagyon volt. Ja, de Terminátor 2 volt, meg volt a Vörös Macska, az egy ilyen horrorfilm volt, nagyon féltem. Ilyen hajóra fökeveredik egy macska, amelyik valami fertőzés van, aztán ha megharap valakit, akkor szétrobban a feje, meg ilyen vörös vérsejt túl tengése lesz. Na mindegy, az a lényeg, hogy attól paráztam. Meg mi volt? Hát igen, abból a Terminátor 2. Az vitt mindent, azt megnéztem így naponta kétszer, valamikor ezt így hónapokon keresztül, ezt fejből tudtam. Most tudom, valamikor számoltam, volt egy időszak, amikor 27-szer néztem meg egy ilyen sorozatban. Nem volt más. Tévében nem néztél más, mit, nem volt más, érted? Úgyhogy ez így kell, ezt nem viszem megint, mert akkor gyűjjön a lóvé, meg a valahol üríteni is kell. Úgyhogy igen, nekik volt videómagnó, azt később nekem is lett videómagnó, és ugye akkor elkezdett az ember videótékákba járni. Hát akkor gyerekek, előtte nem néztél semmilyen filmet, úgyhogy az összes film az egy csoda volt. Mert ugye ezeken az adókon nem volt film. Hát úgy szoktunk filmet nézni, elmondom nektek, hogy ugye közel vagyunk mi az osztrák határhoz, meg a horvát határhoz. Úgy, hát viszonylag. És azért a horvát tévé, Hrvatsko rádió, drugi program, meg ilyesmi. Tévé meg rádió, olyan itt szokták mondani. És akkor azon tudtál nézni, azon jobban voltak külföldi filmek. De ugye az volt a szerencséd, hogy angolul mentek, hát nem értettél belőle semmit, de jobb, mint hogy horvátul mentek volna, mert egyébként a horvát tévében mindig eredeti nyelven mentek a tévébe a filmek, és úgy volt megoldva, hogy feliratoztak. Tök jó volt horvát felirata, angolul nézted egyébként a, mit tudom én, a különböző filmeket, az így el voltál vele, meg az osztrákot szoktam nézni, az osztrákon ment a Nightcrawler, osztrákul, tök minden, ein Auto, ein Mann, ein Computer, nem ide kell jönni. És ez ilyen jó, ez nagyon frankó volt. És azt úgy nézted, igazából semmit nem értettél belőle. Főleg ilyen nagyon fiatalon, ilyen általános iskolás korodban, de láttál ilyen Pontiacot is, hú, és Amerika, meg minden, az nagyon-nagyon cool volt akkoriban. Ja, úgyhogy igen, ez volt. Szóval gondolkozok. Egyébként én nekem ilyen hifi őrületem volt ilyen általános iskolás koromban, ilyen hangfal, meg ilyen volt egy ilyen videótonerősítő, meg ilyesmi, azt nagyon imádtam. Azon gondolkozok, igen, mi hogy jutottunk ide? Igen, a tévétől. Ja. Jó, nagyon ide volt. Olyan furcsa korszak volt. Hát képzeljétek el, nem tudom, mire hasonlítsam. Biztos, a fiatalabbaknak próbálom így elmondani, hogy milyen korszak lehetett. Hát körülbelül olyan, mint egy ilyen soft Észak-Korea, érted? Hogy így a nyugati dolgokat, azokat ilyen rejtve tudtad esetleg elérni, megnézni. Sokszor, ez azt nagyon fogtok nevetni, főleg a fiatalok, hogy na erről hadd meséljek, hogy a de az idősebbek azok meg emlékeznek rá, hogy a filmek, mivel egyszerűen nem lehetett külföldi film, hogy nem nagyon volt külföldi film, ritkán voltak, azért néha beengedték az országba, de nagyon nem volt, főleg az ilyen durvábbak, meg ugye nagyon amerikások, meg nagyon-nagyon izék, nagyon ilyen nyugatiak azok nem, és emiatt ugye nem is volt szinkron, természetesen hivatalos szinkron nem volt, hanem voltak olyan emberek, akik tudtak esetleg angolul, azok így
úgy, ahogy amik tudtak, azok így lefordították, de hát ők meg nagyon színészi képességeik, nem nagyon voltak szinkron színészi képességeik, meg főleg nem. És emiatt ők gyakorlatilag csak annyit csináltak, hogy így alá mondták, hogy ők mit tudom én, hallották, hogy mit mondanak, és akkor ugye instant így esetleg fordították, és ilyen azok nevezték alámondásos filmeknek. Hát az egy csoda volt, mert igazából fogalmat sem, ugye mivel egy ember mondta mindenkinek a szövegét, fogalmat sem volt, hogy ki mond, mit mond. Olyan szinte belezavarodta 5 percen belül, hogy tényleg nem volt. Ugye két ember így beszélgetett egymással, akkor így ebből annyi volt, hogy így volt ugye természetesen esetleg csúszás is, mert ugye ahogy sikerült neki ugye alámondani a szöveget. Szóval így ilyen mindenféle ilyen megjátszás nélkül, vagy ilyen manír nélkül így ez volt, hogy mondjuk két ember beszélgetett egymással. Hello, szia, hogy vagy? Jól vagyok. Mi újság van? Elmentem egyet halászni. Te veled mi van? Hát igen, lelőtte. Kilőttelem, lelőtte azt. Nem, elmentünk. És akkor mi történt? És akkor így érted, így hadarta a mondatokat, amit ő neki fel kellett oda mondani. És akkor te nem értett. Női hangokat. És ugye ugyanaz a személy, hogy fú, nem tudom. Mint hogyha én mondanám, miután learadta ezt a földet, akkor utána jöhet az ifás. Jó, rendben, akkor megjön az ifás, és mikor? És zöldet, nem, pirosat, és azt se tudtad, hogy mi van. Főleg, amikor ilyen 3-4 ember beszélgetett, abból egy nő is volt. Tudod, hát valamikor ez történtek az események is, akkor így azért darálta a csámó. Mi van? Ki mondta ezt? Néha így utána 10 percre rájöttél rá, hogy nem is ezt mondta, nem is azt mondta. Úgyhogy nagyon szar volt, meg hát teljesen, tényleg ilyen monotonul adták elő ezeket a mondatokat, szóval. Na, várjál! Csak hogy még el, gondolod, hogy ennél rosszabb már nem lehet. Voltak, most kicsit 18 év pluszos dolog, de próbálom körülírni, hogy ezért ne legyen annyira off-cél. Voltak ilyen természetfilmek is, tudod mire gondolok? Alámondásos. Hát az meg a tökéletes volt, amikor ott is nőnek, férfinek ugyanazt a hangot kölcsönözte egy férfi, általában egy jó orgánummal, hogy jaj, jó, mindjárt elmegyek, jó, én is, oké, jaj, és akkor ilyen, érted? És ez mit tudom én is. Ugye voltak, főleg régebben az ilyen természetfilmeknek így volt sztoria, gyakran. Most már annyira, nem tudom, nem nagyon nézek ilyeneket. Jó, van egy picit néha. De az a lényeg, hogy volt sztori, aztán azért valamit kellett, ugye voltak szövegek benne, és azért igény volt rá, hogy az is legyen lefordítódva. Hát, inkább ne lett volna, én úgy érzem. Tényleg. Elég érdekes dolgok születtek ebből. De keressetek rá YouTube-on, erre nem találtok a természetfilmre, de alámondásos VHS vagy film, arra keressetek rá, fiatalabbak is nézzétek meg, hogy, és a minőség is remélem, hogy ugyanazt tükrözi, bár valószínűleg egy jófajta videomagnóval digitalizálták. Szóval annál szarabb minőség, amit találtok, és ugyanazzal a hanggal nézték a filmeket emberek, sokszor azt se, sötétebb részeknél azt se tudtad, hogy mi van. Na meg ugye izé is megfelelően képpen megkevert a hang, úgyhogy történtek érdekes dolgok. Hát ez el se tudtuk volna képzelni egyébként azt, hogy LCD TV, meg hogy ilyen végtelen számú adók vannak már, ugye azt nézel tényleg, amit akarsz, meg ugye ezek VOD szolgáltatások, hogy ott már tényleg azt nézel, amit akarsz, mert gyakorlatilag online nézel, amit választasz magadnak éppen, vagy olyan filmet, tényleg a videótékákban ugye elkeveredett az ember. Hát várjál. Ugye nem volt internet. Filmet azt természetesen nem tudtál ott nézni. És emiatt nem tudtál semmilyen filmhez hozzájutni. Esetleg havernak volt videókazettája, akkor az volt. Esetleg valahonnan a tévéből felvettél, ami nem valószínű, hogy olyan filmet tudtál találni, ami érdekelt is. Egyetlen egy opció volt, vagy kettő opció volt, vagy megvetted, hát elmentél az üzletbe. Nem az, hogy már rendelek a neten, meg ilyen hülyeségek, azt felejtsd el.
elmentél a boltba, kerestél egy olyan boltot, ahol volt videókazetta eladó. És akkor megvetted a filmet, majd pedig kikölcsönözted. Emlékszek, ilyen tök piti pénzek voltak, akkor ilyen 200-300 forintokért kikölcsönözhetted egy napra. Meg voltak, hogy milyen filmek az el, ugye? Itt tudom, jobb akciófilmek drágábbak, rosszabbak egy. És akkor oda mentem, mint egy könyvtárba, kikölcsönözted, kiválasztottad. Hát ugye, amit eljutottam egy ilyen helyre, ugye mivel a filmhezekhez való közöm, az sajnos kimerült abba, amiket éppen tudtam nézni, mert hát honnan? Internetről nem tudtál tájékozódni. TV-ben nem volt olyan, hogy most ilyen filmkritika. Fogalmad se volt, hogy milyen filmek jelentek meg, meg nem tudtad, mikor jelentek meg, meg hogy jelentek meg, hát nem tudtál informálódni, ugye. És emiatt esetleg a haver mondta, hogy figyelj, van egy olyan film, hogy Terminátor 2, tök jó. Most egy példát mondtam, és akkor oké, rendben. Valaki, hogyha esetleg említette, megvan nekem a Terminátor 2, nem kell? Akkor az, mit tudom én, de jó, azt biztos említették, azt egy tök jó film, mert fogalmat sem volt miről szól, ha csak nem mesélték. Vagy eljutottál egy videótékába, akkor megláttad a Terminátor 2, kivetted. De! Elmentél egy videótékába, akkor volt ott 500 film. Így öcsém! Hát én olyan rémeket, rémes szarfilmeket néztem végig, hogy azt el nem tudjátok képzelni, már akkor is szar volt. Mert egyszerűen így nem tudtad, így megnézted a borítóját, Gyilkos barát. Azóta is keresem azt a filmet, egyszer nem találom meg. Komolyan, azt egyszer kivettem. És arról szólt, hogy volt valami robot, amit úgy épített valamelyiknek az apja, egy gyereknek, és annak a robot ilyen félintelligens volt, de ilyen úgy nagyon gáz volt, amilyen kerekeken guruló szar volt. Tehát most képzeljétek el ilyen 90-es évek horrorját. Kis költségvetés, B-kategóriát, ugye B-kategóriát, ezt nem győzöm kihangsúlyozni, tehát nem tudtad, hogy milyen filmet nézel, fogalmat sem volt sajnos, mert nem tudtad, mit veszel ki, mert nem értettél hozzá, meg nem találkoztál, de kivettél egy ilyen B-kategóriás Gyilkos barát című filmet, viszont biztos vagyok benne, hogy nem látta senki közületek, ugye ezek tényleg ilyen volt sok ilyen film, amik nagyon szarok voltak, és a videótékák tele voltak ilyen, a 90%-uk ilyen volt, 10%-uk meg jó film volt. És nem tudtad, hogy melyik 10%-a jó film, mert honnan a francból tudtad volna, mert nem tudhattad. És, ja, kivettél meg egy ilyen Gyilkos barátot, szóval arról szólt, hogy ilyen, mit tudom én, ilyen gyerek, mit tudom én, balesetet szenved, és akkor az apja, vagy nem tudom milyen rokona, annak a bele műti a mikrocsippet a robotból annak a gyereknek a fejébe, vagy fordítva, hogy a gyereknek az agyát műti a robotba, és akkor izé van, és akkor ott ilyen tré van, így megöl embereket, meg ilyen kosárlabdával fejbe dobja, szétrobban a feje. Ilyen abszolút dolgok voltak benne, teljesen szar. Még akkori szemmel is szar izével, CGI, nem volt CGI, hanem ilyen maszkmesterek ugye dolgoztak ezen, hogy így valahogy kinézel, hát nem nagyon sikerült nekik. Úgyhogy ilyen filmekből töménytelen mennyiségűt sikerült megnézni, és akkor néha belebotlottál egy jobba, akkor örültél neki, érted, hogy végre nem a szart vettem ki. Mert honnan tudtad volna, érted? Most már nagy könnyű, mert filmet egy az, hogy ilyen B-kategóriákban már nem futsz bele nagyon. Ha a szarfilmre gondolsz, hogy te láttál szarfilmet, az mármint mostanában, egy moziba vagy valami, az nem a B-kategória. A B-kategóriás film az úgynevezett, azok a kisköltséget is, a nagyon kisköltséget is szarfilmek. Az már szerintem nincs is B-kategória. Mármint ez megszűnt létezni, mert most már ugye, nem tudom, nem érdemes azt talán csinálni. Esetleg valami amatőr filmek, filmesek. Na, B-kategória például az a Sharkando, vagy az a tornádós, cápás, tudod? Meg az ilyenek, az ilyen nagyon-nagyon rosszak. Sharkmando, vagy nem is tudom, azt talán ilyen felkapottam, mert a Dancsó csinált róla ilyen videót régebben. Ja, mindegy. Na, ja. Úgyhogy. Igen, most meg ugye megnézel egy kritikát róla, megnézed a trailert, mi az a trailer, bazán? Nem is láttunk, nem is volt trailer szerintem. Trailer, hol nézted volna, meg miért emeled volna egy trailernek? Kiveszed kazettára a trailert? What? Miért vennék ki? Akkor megkiveszem a filmet, érted? Ja, úgyhogy ezek ilyen érdekes dolgok voltak. Hát és a játékokkal is így volt, természetesen. A játékok is így működtek.
fogalma se volt, nem tudtad, hogy mi az, mit játszol, elbeszélés alapján találtad meg. Akkor volt jó, amikor már megvoltak ezek a... Elterjedőben voltak ezek a PC újságok. Én azt mindig vettem az elejétől fogva, nagyon-nagyon régóta vettem. Már amikor nem volt számítógépem, én akkor PC újságokat, ezeket a GameStar, meg PC Guru, ezeket vettem. És egy idő után lett benne CD melléklet, és a CD, amikor lett CD-romom, gyerek, emlékszik arra is. Emlékszik új a CD korszak. Úristen, mennyit beszélek, mennyiről? Rá vagyunk, figyeljetek, ilyenkor, látjátok, ez megint az, hogy ez a sors kártya, ez egy ilyen... Rákényszíti az embert, kilépjen a komfortzónájából, és beszélj, vagy mással üsse el az időt, mint amivel amúgy szok csinálja, nem? És ez egy ilyen monotonitást így kivált. Ez tök jó, én nagyon... Végén még baza, ez még egy jót tesz velem ez, ha... Még jót tesz velem ez, aki megátkozott ezzel a sorskártyával. Ja, és akkor hol tartottam? Igen, egyébként emlékszek arra, nagyon durva, amikor benn voltam a tesómnál. Ugye beszéltem arról, hogy ő informatikus, de ő egy ilyen ősi informatikus, tehát a szalagos magnó, szobányi számítógépek korszakából, szóval akkor, amikor 3 mega RAM, vagy 1 mega RAM izébe került, 100 000-ekbe, érted? Nem is tudom, emlékszem, mesélte, hogy a cég egyszer befektetett 8 mega RAM-ba valami számítógépébe, és ez valami ilyen, tudom én, ilyen félházára volt. Ilyen extrém dolgok voltak. Ugye nem is merevlemezen tárolták az adatokat, hanem izén szalagokon, ilyen nagy szalagokon, hatalmas ilyen, mit tudom, mint a családi pizza, akkora méretű szalagokon, ilyen tekercseken, ugye az, és mágnesesen rögzítették, meg lyukkártya, ugye az volt a másik ilyen. Na, és ő hozzá beszoktam menni a céghez, ott ismertem meg gyakorlatilag az ilyen nagyon első játékokat, számítógépes játékokat, amik ilyen Wolfenstein 3D, meg még az előtti ilyen platformereket, Guts, meg nagyon régi játékokat. És akkor emlékszem, hogy egyik osztálytársammal voltam benne nála, és akkor mondta, képzeljétek, van egy olyan dolog, hogy CD. Hát az nem létezett. Mármint ugye ott ők előbb jutottak ehhez hozzá. Mivel ők informatikusok voltak, ez köztudatban még zenei hanglemez CD-ként sem üzemelt. Nem létezett. Nem volt senkinek CD-re játszója, nem létezett. Nem is hallottunk róla, hogy van CD. És akkor hozott egy korongot, ilyen ezüstszínű korongot, és mutatta, hogy nézd meg, ez egy CD. És akkor nézd, hogy mi ez, milyen lemez ez. És akkor mondta, hogy erre 500 darab floppy lemeznyi adatfér. 500 darab floppy lemeznyi. És akkor így az 500 darab floppy lemez, az figyelj, régen egy Windows, az ugye fönn volt, mint itt tudom én, néhány floppy lemezen. Egy játék fönn volt egy floppy lemezen, egy akár több játék is tudott lenni egy floppy lemezen, 1,4 megabájton, vagy 1,44 talán. És akkor így mondta, hogy 500 floppy lemeznyi adatfér rá, és néztük, ez tök vékony, meg mit tudom, hogyan. És akkor emlékszem rá, hogy oké, okay, jó, így boldogattunk, meg fú, jó, rendben van. És akkor így kijöttünk az osztálytársammal, és akkor így egymást néztük, és mondtuk, hogy ez nem normális. Ez kamu, nem lehet, és rögtünk rajta, hogy volt, hogy hát nem lehet, hogy 500 darab floppy lemeznyi fölfér egy CD-re, 700 megás ugye egy CD. 700, hogyan férne 500 floppy lemez, ez mennyi, egy táskányi floppy lemez, nem férhet fel egy ilyen valamire, egy ilyen vékony lemezre. Nagyon epic volt. És akkor ugye megjelent a CD, oltári drága volt számítógépbe, először, most már nem is tudom, egyáltalán nincs is talán, használ valaki CD-t? Hát ez egy olyan futurisztikus dolog volt, hogy nem hittük el. Tényleg, nem hittük el, hogy ilyen létezhet. Egy akkora ugrás volt a floppy lemez után, ugye a floppy lemez volt a ilyen elsődleges ilyen adattároló egység, amit ugye ilyen hordozható volt.
Nem, voltak ilyen kezdetleges mobilrekek, ilyen nagy dögök, amit mit tudom én, természetesen akkor már ugye volt Winchester a gépekben, hát ne gondoljál túl, ilyen pár száz megállt Winchesterekre gondoljál, esetleg egy-két gigásra. Talán nem is tudom, ja, nem tényleg. Emlékszem, a legelső számítógépemben 40 gigás Winchester volt, az ilyen baromi nagynak számított. És azon gondolom, hogy lehet, hogy hülyeséget mondok, sőt hülyeséget mondok, 6 gigás volt. 6 gigás, és arra felfért a Windows, meg a játékaim minden. Úgyhogy ez tök jó volt. Hát igen, az ilyen gyerekek. És nem hittük el, hogy ott van olyan, hogy CD. Nevettél, azon poénkodtunk egy csomó ideig. És akkor egy jó pár, szerintem elég sok időnek, szerintem lehet, hogy több mint egy évnek bele kellett telni, ahogy a köztudatban így megjelent ez, hogy van CD. Meg ugye leginkább zenére használták, csak aztán ugye adatra is természetesen. És... mert igazából a zeneként is ugye adatként üzemel rajt. Mármint adatként rögzítődik zene, a zeneformátum is. De... új ugratás! Egyébként olyan jól ugrat ez az ifa, és tök jó, még a lengés csillapítók is így tök jó, ugye egy kicsit elbattunk, de így belapulnak. Ja, nagyon jó tetszik. Ja, nagyon jó volt, nagyon érdekes időszak volt. Mennyi nagyon, ennyi sztori bassza, ez nagyon durva. Ügyöcsőm, ez zivárom ezt az ugratást, ez érdemes erre jönni, de itt viszont... igazzal, egy kis terep és ifa, tök jó. Jó, ezt is eladjuk, gyerekek. Direkt ugye tojást nem nézünk, be van pakolva egy csomó raklap. Dolgozunk, gyerekek, nem mondjátok azt, hogy nem dolgozik a képer. És azon gondolkozom, hogy milyen volt, mi volt még ilyen nagyon nagy mérföldkő, ugye. Ja igen, és arról akartam ugye beszélni, hogy amikor megjelentek a CD mellékletek, az ilyen PC guruba meg ilyenbe igazából ilyen trash tartalom volt rajta természetesen mai szemmel. De nekünk akkor borzalmasan nagyon-nagyon jó dolog volt. Például voltak rajta trélerek. Végre tudtunk a játékról nézni videókat. Az nagyon tuti volt. Voltak rajta trélerek. Akkor még nem volt internet, még mindig azt ne tegyük hozzá. Nem létezett internet. Végre tudtál informálódni arról, hogy milyen játékok jelennek. Meg oké, az újságban ugye volt, de végre láttál. Itt animál, hát olyan videókra gondoljám, hogy ilyen nagyon ilyen, mint olyan, ilyen 640x480 vagy az alatt lévő minőségű videók. Ugye 700 megás CD mellékletre fölfért egy csomó trailer, valamint ilyen videó. Hát szerintem olyan 320 vagy 240p-s videók lehettek, talán nagyon szarok. De akkor nem tűnt fel. Ami nagyon-nagyon király volt, voltak rajta demók. Jaj, végre ki tudtuk próbálni a játékokat, sőt, nem hogy ki tudtuk próbálni a játékokat, szinte megelégettél már ott a demókkal. Ugye általában a demók az azt jelenti, hogy ugye egy bizonyos részét tudod végigjátszani. Például egy pályát tudod játszani mondjuk egy kódnak. Vagy pedig, mintha egy pályát tudnád végigjátszani mondjuk egy valamilyen játéknak. És ez valamikor ugye el volt az ember, nagyon sokan egyébként ezekből az időszakokból így a demo pályákra annyira emlékeznek, mint az állhat, és a teljes játékra meg már annyira nem. Na, várjátok, 65 ezer egyébként lassan meg is tudnám venni azt a cuccot. Lehet, hogy... arassunk még gyerekek, mert most ilyen mesélhet nekem van. Jó? Nem is tudom mennyi idő van. Nem baj, hogy egy kicsit mesélek, remélem. Tényleg. Nyugodtan írjátok meg, hogy szar a sztorizás, vagy jó a sztorizás, jó? Na, üljünk be szépen, és akkor menjünk tovább. Filózgassunk ezekről a régi időkről. Igen, és akkor voltak demók, és a demóját végre ki tudtad próbálni a játékokat. Hát ez egy őrült jó dolog volt, gyerekek. Az egy őrült jó dolog volt. Emlékszem, úgy ismertem meg egy csomót. Például... fú, emlékszem, hogy a izét úgy ismertem meg. A Need for Speed Underground 1-et. Demo volt. Volt belőle demo. Egyre a pályán tudtál menni. És talán még egyszer átjött a haver is, és a demóval játszottunk egy csomót.
Fú, egy csomót játszottunk a demóval, végre volt egy autó, és végig lehetett menni, azt hiszem, nem tudtál fejleszteni semmit, csak végig tudtál menni, és iszonyatosan jól nézett ki, lehetett nitrót nyomni. Hú, de király volt. Ja, meg igen, és azon kívül még ami volt, ehhez kellett az a mondjuk PC guru CD mellékleten, ugye programokhoz se tudtál hozzájutni, mert nem volt internet, tehát még mint egy WinRAR-nak tudtál örülni, nem? Nem volt ilyen CD, nem volt WinRAR-od. Mondjuk nem volt Total Commander-ed, nem volt zenelejátszód, nem, csomó minden, semmi nem volt. Illesztő programok voltak rajta, bizonyos mondjuk Nvidia kártyákhoz. Az is egy hatalmas dolog volt, mert különben nem tudtál hozzájutni. Fú, el se tudjátok képzelni, internet korszak előtt mindent így tudtál hozzájutni. Így. Ezeknek azok értéke volt, azoknak a lemezeknek. Nagyon örültél neki, nagyon jó volt, hogy fú, és végignézted a programokat, kipróbálgattad, jó, de tök jó, meg mit tudom én. Háttérképek voltak rá a gyerekek, háttérképek. Ne viccelj, háttérképet se tudtál szerezni. Honnan az? Nem volt internet. Nem tudtál. Nincs. Nem volt digitális fényképező se nagyon, és nem tudtál fotózni se. Szóval nem volt háttérkép. Amíg voltak Windowsos háttérkép, azokat tudtad használni. És akkor... ja. És akkor még egy problémába ütközött az ember, hogy a teljes játékokat is honnan szereved meg. Hoppá, hoppá. Mert ugye nem volt bolt, ahova be tudjál menni, és tudjál menni egy teljes játékot. Hiába tetszett mondjuk a demója, mondjuk a FIFA 2000-nek, vagy akármelyiknek, nem, honnan veszed meg? Nem tudtad megvenni. Emlékszem, amikor a Tesco megépült Zalaegerszegen, az nagy ugrás volt, mert a Tesco-ban voltak játékok. Volt az Ezved sorozat, meg voltak, ott már voltak játékok. Jó, emlékszem, hogy a Jagged Alliance 2 demóját szarrá rongyosra játszottam. Ez azt hiszem olyan 90-valahányos játék. És a Tesco-ban, amikor megnyílott, kint volt a Jagged Alliance 2 teljesbe. És passza, és pont emlékszem rá, nem volt semmi pénzem, és jó, Istenem, nem tudom, annyira izgatott voltam, hogy ezt meg akarom menni, és a havernak is nagyon tetszett. Ő is a demóját rongyosra játszott, és együtt rongyosra játszottunk az egészet, mármint a demót. És akkor rohantam hozzá, nem volt mobiltelefon, várja, vagy mobil akkor már volt. Lehet, hogy akkor még pont nem volt mobilom. És a telefon fülkéből tudtál telefonálni, érted, így volt. És rohantam hozzá másnap, föl, ahol lakott, városba, Zalaegerszegen, hogy haver, 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 meg, ben van a izé, a Jagged Alliance 2, ott van a Tesco-ba. Nem mondod, úristen, az igazi teljes játék, azt mondom, úristen, mondom, egy egész, képzeld, de mennyi pálya lehet, a demo pályát rongyosra játszottuk. Izé, heteken keresztül játszottuk vele, ami fönn volt egy ilyen lemezen, egy ilyen chip CD-n, érted? Vagy valami, valahonnan, érted, egy ilyen CD-n fönn megtaláltuk, és szarrá játszottuk. Úristen. És izé is, és ott bazen lementünk, gyorsan Tesco, bazen komolyan mentünk haza estig, másnap reggelig toltuk ketten. Úgy ültünk egymás mellett egy gépnél, egy 15-szoros katódos monitoron, és nyomtuk azt a szarjátékot, ami még mindig imádom. De ja, és na, és ezelőtt miért megnyitott a Tesco, onnan nem tudtál játékot szerezni. És egy helyről tudtál játékot szerezni. Ez nem volt más, mint a... Itt ez nagyon érdekes volt megint. A PC Guruban, meg ezekben a GameStarokban volt ilyen lista, játékot tudtál rendelni. Azt hiszem, hogy CD Galaxis nevű oldal, nem oldalról, mert nem weboldal volt, hanem az újságban volt. És akkor azt hiszem, hogy fel tudtad hívni, és akkor megmondtad, hogy neked melyik játék kell, akkor azt felírták, és akkor azt kipostázták utánvétel, mert utalni se tudtál természetesen. Nem volt az, hogy utaljak, vagy nem volt az, hogy bankkártya. Volt, nem is volt bankkártya nagyon akkor. Valakinek biztos volt, hát általában nem volt bankkártya. Nekünk meg főleg nem volt, és akkor úgy kellett tüzé. Utánvétel megkaptad, iszonyat árak voltak. Már akkor egyébként pont néztük múltkor, hogy néztem, meg vannak ilyen régi ízeik, ilyen PC guruk, ilyen 2000-es évekbeli, meg 90-valahányos évekbeli. Akkor is ilyen
ilyen 6, 7, 8, 10 ezer forintos játékokról beszélünk. A gyerekek akkor ilyen, a legelső fizetéseim ilyen 40 ezer forintok voltak. És akkor azért egy 10 ezeres játékot kiadni, az olyan, mintha most kiadnám itt 50 ezer forintokat egy játékért, 50-60 ezer forintokat. Úgyhogy ez ugye nagyon brutál, érted? És emiatt nagyon-nagyon elterjedt lett, akkor ugye bejött az internet korszak, vagy valami voltak olyan emberek, akik hozzájutottak internethez, akár munkahelyük által, olyan helyen dolgoztak, hivatalokba, vagy nem tudom, iskolákba kerültek először internetes hálózatok, ugye, de olyat képzelje, hogy nehogy széles sávot képzelje, hanem ilyen megabites sávszélesség az már ilyen nagyon jó volt. Ilyen 56k-s modemek voltak ugye legelőször, és ezek az emberek, akik hozzájutottak internethez, ha nem is otthon, de valahogy, ezek elkezdtek árulni játékokat, írt játékokat. Általában úgy működtek, hogy volt egy szépen kinyomtatott lista, már hát hol lenne, mert nem telhetett a telefonon, nem volt internet, nem tudta tovább küldeni. Ezt nem tudom elégszerre hangsúlyozni, hogy ez azért hangsúlyozom, mert így mindenbe bele szőtte magát az, hogy nincs internet. Ezt kiürítettem? Ezt komolyan kiürítettem? És már tényleg nem vagyok képben, mi? Ez mi a szóval? Várjál már, nézzek meg valamit. Ez kiürítette a gyerek, miért hittem azt, hogy nem? Igen, és akkor, ja. Ez a K200-os az úta, ja nem, mögöttem jött egy terrorautó, mondom, minek a hangja ez? Aztán mögöttem jött terrorautónak. Igen, és akkor volt egy ilyen lista, mit tudom én, azon rá voltak, föl voltak írva a játékok. Ugye CD jelentek meg már, akkor már CD korszak volt, ugye? És CD-n írták játékokat az emberkék, azok akik ugye hozzájutottak a nethez. És volt már CD írójuk, gyerekek. Az is egy nagy szám volt, hogy CD író volt, mert ez csak olvasó volt. DVD korszak nem létezett még. CD korszak volt, és emiatt ez elég sokáig húzódott ez a CD korszak, elkezdtek nyúlni a játékok, és kezdtek megjelenni az ilyen 1 CD, 2 CD, 3 CD, 10 CD, 8 CD játékok. Emlékszem, voltak olyan játékok, hogy ilyen tényleg ilyen 10 CD körülű játékok, és akkor ugye mindig cserélgetned kellett, hogy berakod a következő CD-t, berakod a következőt, nem is tudom mi volt pontosan, ilyen emlékszem rá, hogy folyamatosan cserélgetni kell. Ma még Silent Hill 2 vagy 3, nem tudom, na mindegy. Az volt a baj, hogyha olyan játékot rendeltél, hogy több CD, és ott CD-nket szoktál általában fizetni, mert igazából a CD-nek volt ugye ára, és amit azt meg kellett venni, meg igazából a sávszélesség, ugye ez a kettő dolog volt a szar. És emiatt ugye a CD-nként kellett fizetni, szóval nem játékonként, hanem CD-nként. Hát de akkor is ilyen pár száz forint per lemezért megkaptad mondjuk 500 forintért megkaptál egy játékot, azért mégse 10 000-ért, vagy 8 000-ért, vagy 7 000-ért, vagy 5 000-ért, és az jó volt, és hát ez megint egy tortúra voltám, mert ezek az emberek nem voltak, nem olyan sűrű volt, még, hogy ilyen emberek voltak. Emlékszem, hogy volt egy munkatársam akkoriban, akinek volt egy ismerőse, aki tudott ilyet csinálni, és a munkatársam az elhozta a listát nekem, és akkor a munka végére én szépen megnézegettem, hogy milyen játékokat szeretnék, és akkor azokat így fölírogattam egy papírra, az a munkatársam elvitte magával, és ha találkozott azzal a haverjával, akkor odaadta neki azt a papírt, és ha még egyszer találkozott azzal a haverjával, akkor odaadta neki a lemezeket, amit kiírt, letöltött, ami nem biztos, hogy olyan nagyon gyorsan volt, és akkor a szerencsém volt, akkor egy-két napon, vagy pár héten belül megérkezett hozzám az említett játék CD. Wow! Ez így volt, gyerekek.
Örültél neki, 2 hét alatt meg lett mondjuk egy játék, az nagyon-nagyon jó volt. CD-n, ír CD-n. Fú, gyerekek, ez megint, mekkora egy izé volt, mekkora feeling volt. És akkor ugye, akkor elkezdődött az, hogy nagyon nagy a az üres CD üzlet. Az üres CD üzlet. Akkor utána kezdett mindenkinek lenni CD írója, akkor az üzlet volt az üres CD, hogy az őrület. Így lehetett venni ilyen kéz alatt ilyen 50-es pakkok, meg 100-as, meg 20, ilyen nagy tornyokba üres CD-t, és minél olcsóbban megvenni 100 forintért darabját, 80 forintért darabját, jó szar minőségűek voltak olyanok, hogy egy év alatt már ugye szétmállottak gyakorlatilag, de igen, és akkor ez annyira elburjánzott ez a CD írás, CD másolók játék, hogy és egyébként azon gondolkozok, hogy akkor talán még nem is kellett crackelni őket nagyon. Mert akkor még nem nagyon volt másolásvédelem, sőt, szerintem nem is volt másolásvédelem, simán ugye működtek ezek. Nem nagyon emlékszem, hogy kellett crackelni a legelején. Na mindegy, és annyira elburjánzott ez a CD üzlet, hogy azzal üzletelt mindenki, meg ugye megás nélkül varezolt mindenki, töltötte le, meg írta, és akkor valahogy késztetést éreztél, hogy neked ezt meg kell, birtokolnod kell, akkor még jobban benne volt az emberekben az, hogy csak az létezik, ami valóságos, fizikai matéria. Tehát akkor birtokolok csak, hogyha megvan. Tehát nem elég volt az, ha a gépeden van, azzal nem elégettél meg, hanem az összes filmet, amit letöltesz, az összes játékot, amit letöltesz, ki kell írnod, hogy legyen ott a CD-n. Mert azt csak akkor birtoklod. Most meg belegondoltok, nem tudom. Fizikailag szinte nem is birtokolod a dolgokat. Mindenhol, még PlayStation-on is, meg Xbox-on is már úgy digitálisan veszed meg a dolgokat. Steamről nem is beszélve, meg a többiről, ugye Epicről. De akkor valahogy még jobban benne volt az emberekben abban a korszakban, hogy mindent ki kell írnod, pedig akkor se lenne volna muszáj, mert igazából el tudtad tárolni a Winchesteredet, meg hát igazából minek is kellett kiírnod, esetleg könnyebben elérted, vagy havernak odaadtad, mindegy. De akkor iszonyatosan mindenki vette a CD tartókat, azokat a lapozhatókat, ugye hatalmasakat, olyan, mint egy nagy toltartó, nem tudom, emlékszik-e valaki rá. Ez megint egy izé, az megint egy akkora korszak volt, gyerekek, mindenki ilyenekkel járt, elmentél a haverhoz, a CD-ket cserégettétek, és a film emlék, van egy haver itt a faluban, az ilyen 1000 szám volt neki a CD kiírva. A házi mozi korszak, amikor megjelent, meg utána a DVD, ugye, a DVD-ket is, meg a CD-ket írtak ki folyamatosan rengeteget. Jaj, mennyi, több ezer darab volt neki, nem is tudom, megvan-e neki, majd megkérdezem tőle, kíváncsi vagyok. És én egy kicsit akkor, egy picit így, és nem mondom, hogy egy nagy médium voltam, de egy kicsit előbbre láttam az egész folyamatot, és én már akkoriban mondtam neki, miért írod ki? Amikor már kezdett gyorsabb netünk lenni, a gyorsabb net az azt jelenti, már volt talán 1 megabit is. Na miért írod ki? Ezt le tudod tölteni még egyszer. Mondom, mi értelme van? Hiszen, de hát, hogyha ha nem lesz meg. Hát te mondj azt, hogy nem lesz meg. Mondom, az interneten mindig meg lesz. Hát mondom, az, tudom én, 5 év múlva is meg lesz. És akkor ugye kezdett rájönni az emberiség arra, hogy nem biztos, hogy jó kiírni, mert a CD, ugye nem volt, nem tudták tesztelni ezeket a CD-ket, főleg ezeket az írtakat, ugye, mit tudom, x-szoros sebességgel kidaráltad, egy olyan anylapanyagra, ami nem volt a legjobb minőségű, és ilyen akár 1-2 év alatt meghaltak. Mármint nem úgy haltak meg, hogy mondjuk... Gyerekek, nagyon hosszú a videó? Még ezt szerintem ezt fusson ki ez a téma, nem? Bár ezt a témát szerintem kifuthat, nem lehet kifuttatni. Hol van a izém? Wi-Fi? Igen, mondom ám tovább, csak közben beugrunk az Wi-Fi-ba, meg viszünk még egy fordulót. Igen, és így rájött az emberiség, hogy nem biztos, hogy érdemes kiírni, meg a CD sajnos nem túl tartós. Ugye, hát nem, figyelj, akkor debütál, igazából akkor derül ki, mennyire tartós valami, amikor valósan eltelik x év, és kiderül, hogy jó-e vagy nem, és rájöttek, hogy nem jó. Az eredeti CD-kkel még annyira nem is volt probléma, meg nincs is annyira talán, de ugye ezekkel az iszonyat sebességeken kiírt, nagyon szar minőségű CD-írókon
lévő adatok, ezek kezdtek elveszni, kezdtek a CD-k gyakorlatilag szétmállani, ugye az a réteg, ami rajta van, ez a foncsorszerű réteg levált, letöredezett, megrepedezett, nem is kellett, hogy megkarcolod, akkor is kezdett tönkre menni. Úgyhogy voltak, kezdtek problémák lenni ezzel. Egyébként nem tudom, beszéljünk a CD-ről, mint magáról, mert azt hozzá kapcsolódik a történethez. Ugye a CD-n úgy működik, meg igazából a számítástechnikában is minden egyes adat ugye binális kódokban van tárolva, tehát egyesek és nullák, tehát van jel és nincs jel. Ez minden egyes, minden bármi, ami létezik számítástechnikában, a te gépeden is, meg a minden, egy kép, akár egy karakter, egy betű, minden nullákból és egyesekből épül fel, akár mondjuk ez tényleg bármi, akár egy képpont, és ugye ezekből áll, és a CD-n az úgy jelent meg, hogy ugye ott is nincs jel, van jel, nincs jel, van jel, ezekből épült fel ott is, és ugye egy CD 700 megabyte kapacitású, azt hiszem volt talán belőle egy picivel nagyobb is, 750-es vagy 7, valamire emlékszem. Na, csak az a nagy probléma, hogy a CD az még oké. Okay. Ott még nem olyan sűrűn van, a nincs jel, van jel, ugye? De ugye jött a DVD korszak. A DVD korszaknál már is megnövekedett ugye a sűrűség, az adatsűrűség, és ugyanakkor a területen egyre több lett ugye a van jel, nincs jel. Gyakorlatilag azok ilyen lyukak, a lézer az lyukakat égetett, ilyen kis pici pontokat égetett a lemezbe, amiket te nem láttál, és így épült fel. Csak ugye minél sűrűbb az adatmennyiség, annál több lyukat kell égetni, és emiatt a DVD az még sérülékenyebb lett, az írt DVD még sérülékenyebb lett, hogyha már itt az adat rajt, hogyha véletlenül megsérült fizikailag, akkor mennyire több adat veszett el, egy kicsi porszem is akár ki tudott nagyobb mennyiségű adatot úgy idézőjelben takarni. Szóval itt azért voltak problémák ezzel az egésszel, egész rendszerrel. De hát igen, így zajlott ez az egész, ez a DVD-CD korszak. Meg így körülöleltük szerintem így az egész 90-es évek és 2000-ig talán ezt a fejlődést. Ja, érdekes időszakok voltak. Valaki, hogyha emlékszik erre, vagy van valami, nyugodtan, hogyha van valami olyan élménye, vagy valamit elfelejtettem ezzel kapcsolatban, vagy neki is vannak ilyen emlékei, az nyugodtan írja, és akkor esetleg a következő részekben megpróbálom ezt így belevonni, megpróbálok így beszélni róla. Azt a betyár, ez annyira király! Ez annyira király, hogy ugrat, ez annyira jó az egyensúly, vagy a balansz ennek a gépnek, hogy egyáltalán nem akar felborulni, hanem így akkorát pattan, mint a ló. Nagyon imádom. Jó van, gyerekek. Hát figyeljetek, 80 ezeret csak összegyűjtöttük mindenféle munkás nélkül. Nem muszáj volt mi. Hát nem olyan szép sorokat csapottam, mint a melós, de azért legalább valamit haladtunk. Figyeljetek, a célunkat szerintem elértük, és akkor már, figyeljetek, fogok is egyet menteni. És vegyük meg a következő csirkeollat. Hát figyeljél. Hát nem azért dolgozunk, hogy itt a semmi legyen. Azért mentettem egyet, ugye, hogyha véletlenül újra kell, ugye elcseszem a lerakását, vagy bármit, akkor újra tudjam tölteni. Na gyerekek, ezt egy háró isteneteket, gyerekek. Na, én arra gondoltam, nem mondom nektek, gyerekek, hogy ezt itt tök ide kéne raknom. Ugye ezen az oldalán nincs semmi, és arra kellene figyelnünk, hogy jó magasra menjen. Ugye? Ezt most miért nem tudom lerakni? Föl nem a tiéd, az öreg anyád valahol haz nem a tiéd. Na. Arra kellene figyelni, hogy a magasság azt ugye eltaláljuk. Meg arra kellene figyelni, hogy itt mellette ugye egy sorba még kerül valami. Figyeljetek, szerintem ezt így jó idegen raknom mellé, de magasságra figyeljünk. Max majd fölemeli. Lehet, hogy nekem kell egyébként fölemelnem a földet, és annyit nem fog ezt emelkedni. De emelkedett. Na, megpróbáljuk. Itt nyikorog a szék egyébként. Nem csináltam semmi rosszat. Próbáljuk meg, Max visszatölti a keeper, jó?
Ránézzünk ám gyorsan. Ne viccelj. Így gyerekek. Itt ide, direkt ide ugratok, hogy el tudjak ide gyalogolni. Megnézzük, mi történt itt. Mi folyik itt gyöngyösen. Azt hiszem, hogy ez sikerült pont. De mondjuk mindjárt körül meg kell nézni, mert lehet, hogy nem ám. Mi bazza, mi van itt? Öcsém, pont nem férek el. A hülye gyerek. Pont nem férte. Ja, itt meglátni, hogy... Szerintem ezt tök eltaláltuk. Hát nincs izé. Ja, ott a földet lehet, hogy föl kéne húzni alatta. Hát az majd... Várjál, a hátul megmaradt az út. Hátul megmaradt az út. Hát igen, itt igen, a földet majd föltúrom alatta. Nem gondolom, semmi baj, gyerekek. Nincs simi, semmi baj. És úgy látom, hogy hallod, ez sikerült pont eltalálnom. Nem hiszed el. Óha. Szerintem a földet azt föl kell túrnom. Oda nézzél. Így kell beugranom. De pont sikerült eltalálni. Nincs, nem lóg bele semmi. Ó, de jó. A földet föl kell húzni majd. Ó, már kettő. Még egy csirke, ól. Még egy csirke, ól. Még... És ez tök jó, várjál. Meg akarom nézni. Csináljunk egy olyat, hogy mint hogyha homokvárat építenénk, ez a legjobb. És meg tudjuk nézni felülről. Oda nézzé! Ugye? Ugye? És tök jó, hogy nem cseszte el. Nem cseszte el a dolgokat. Fel kell húznom a földet. Ezt nem tudom, hogy kell. Remélem, hogy sikerülni fog, működni fog. Jó. És ugye ide jön még kettő, ezt ugye szembe lesz vele fordítva természetesen. Szóval... Itt is tök jó fogunk majd elnavigálódni. Viszont kellene valami útat csinálnom, utat. És hol megyek? Végül is igazából ezen keresztül is tudok járni, ugye a csirketelepen keresztül, látod? Ez az a legegyszerűbb, nem? Az lesz a legegyszerűbb. Csirketelepen keresztül járunk. Aztán ez tök jó lesz. Még kettőt ide becsapunk, mert méne. Aztán a gyerekek izé fogja termelni. 3000 csirke fogja itt termelni nekünk a pénzt. A tojást meg a lóvét, mi? Gyerekek, mekkora királyság. Nagyon tök jó. Én örülök ennek. Ja, hát itt ez nagyon fel kell húznunk majd. Itt van baj. Hát de nem baj, gyerekek, ez van. Hát figyelj, felhúzom kézzel. Egyébként pont ki van számolva, tök jól működik. Jó, sikerült minden. Itt meg pont nem lehet elférni. Figyeljetek, itt kell keresztbe... Hó, figyelj, hallod? Ja, ide kell hoznom majd magot. Nézzük meg a manadalatoknak idejé. Kaják, 1400 liter, 3000, 4000. Ja, kell hoznom nekik kaját. Érdekes most, ez a, nem tudom pontosan, hogy működik ez a tojás. Hogyan írja, vagy hogy működik ez. De gyerekek, ez itt epik jó sikerült, nem? Az MTZ-t el kéne vinne majd. Jó van, elvisszük majd. Hallod, önne nézi. Csirke, farm, hegyek. Hát felugrok a tetőre, vagy valami, meg kell néznem, bírom. Annyira ráfügtem most erre. Figyeld. Arra nézzé. 3000 csirke, ne vicceljél. Az már tudja a dolgát majd. Még kettő gyerekek itt meg járkálnak. Szegény falusiak, új lakiak itt. Nem új lakóak, hanem alsó szegvék itt tudják élni. Szívnak itt. Szívhatják a jó tixart. Tixart. Ezt meg így, lehet, hogy gameplayen kívül ezt felhúzkodom, jó? Ne kelljen itt azt végignéznetek, hogyan finkódik a kipet. Itt meg pont nem tudok elmenni. Be, ide, átugrani át tudok. Tök jó. De hát egyébként király. Nekem nagyon bejön ez a része a játéknak. Soha nem csináltam állattartást, nekem ez nagyon tetszik most. Ha megint ugye lementünk 15 000-re, hát ez ilyen gyerekek, ez ilyen. De hát a pénzt azt folyamatosan termeljük. Úgyhogy nem lesz ebből szerintem gond. Na, köszi szépen a figyelmet, jó hosszú rész lett. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy ez a story mesélős dolog, ez jön-e, bejön-e nektek, meg írjatok nyugodtan a témával kapcsolatban. Sziasztok, jók legyetek!